Sziasztok, én Tokugawa vagyok, ez pedig nem más, mint a Tóth István által figyelmembe ajánlott Voyager 64 bites operációs rendszer, amit hát mondanom sem kell, ugye Linux alapú, méghozzá azon belül is az Ubuntu 14.04-re támaszkodik, és a telepítésről annyit, hogy ugyanúgy kell telepíteni, mint egy Ubuntu-t, ugyanazt a szoftverközpontot használja, mint az Ubuntu, illetve ugyanúgy elérhető alatta a Synaptic. Na de akkor a következő kis szösszenetben akkor nem fog más következni, mint a Voyager-nak a felület bemutatása, illetve az, hogy hogyan is tudunk különböző alkalmazásokat legegyszerűbben, legkönnyebben telepíteni, illetve használni, és hogy egyáltalán miért van értelme mondjuk Ubuntu-ról pont a Voyager-re váltani, illetve más egyéb Linux disztribúció után ezt a kis szösszenetet kipróbálni, avagy miért nincs, mik a negatívumok, pozitívumok, következő videóban tarts velem, és megtudod. Addig pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmedet is, hogy megnézted ezt a kis videót, és további szép napot neked. Hello!